Szeretettel köszöntelek. Helyezkedj el kényelmesen. Csukd be a szemed, és csak hallgasd, amiről beszélek neked. Mindazt, amit az életünkben szeretnénk elérni, megvalósítani, emberek között kell tennünk. Természetes, hogy elképzeléseink, elvárásaink, céljaink időnként mások elképzeléseibe, céljaiba, elvárásaiba ütköznek. Már egy olyan hétköznapi tevékenység, mint mondjuk a villamosra szállás közben is, van, aki megelőz minket és ülőhelyhez jut. És akad olyan is, akit mi előzünk meg, a lépcsőre szorítva őt. És néha még ezen az egyszerű dolgon is képesek vagyunk mérgelődni. Mennyivel nagyobb az érzelmi kiszolgáltatottságunk, ha az életünk alapvető kapcsolataiban véljük fölfedezni, hogy nem kapunk viszonzást a szeretetünkre, hogy kihasználnak bennünket, hogy szándékosan ellenünkre tesznek, megaláznak. Úgy gondoljuk, hogy tudjuk ki, vagy kik az okozói életünk boldogtalan pillanatainak, és hordozzuk magunkban a fájdalmat, a sérelmet, a keserű indulatokat, a ki nem mondott vádakat. Meg vagyunk róla győződve, hogy ez a rengeteg negatív érzelem jogos, hiszen igazunk van, és miközben igazunkat bizonygatjuk, nem akarjuk észrevenni, hogy mit és mennyit ártunk, kizárólag saját magunknak, mert a haragunk saját testünkben kering, megbetegítve testünket és lelkünket. Szeretnék segíteni abban, hogy el tud engedni ezeket a fájdalmas érzéseidet, hogy képes légy megbocsájtani annak, akiről azt gondolod, hogy megnehezítette az életedet. Ha több ilyen személy van, többször csináld végig ezt a gyakorlatot, minden alkalommal csak egy valakire gondolva. Már becsuktad a szemedet, és kényelmesen elhelyezkedtél. Nem kell most más tenned, csak arra kérlek, hogy figyelj egy kicsit önmagadra. Arra, hogy van-e valahol feszülés, görcsös érzés az izmaidban. Aztán sóhajts egyet. És ahogy a levegőt kiengeded, próbáld teljesen elengedni magad. Figyelj az arcodra. Engedd, hogy ellazuljanak az izmok a homlokodban és az arcodban. Hagyd, hogy a szemhéjad rásímuljon a szemedre, mint amikor elaludni készülsz. Aztán engedd, hogy ez a laza érzés haladjon tovább a nyakizmaidba, a vállaidba, aztán a vállaid csúcsától végig a karodon, le egészen ujjaid hegyéig. Lazítsd el az izmokat a hátadban, a csípődben, aztán tovább a combodban, lábszáradban, végül lábfejedben. Tested minden izma mélyen ellazul. Ahogy izmaidat ellazítottad, légzésed lassabb lett és egyenletes. Minden egyes kilégzésnél, amikor a mellkasod kicsit összelapul, ez a lágy mozdulat
segít a többi izmodnak, hogy még mélyebben ellazuljanak. Minden egyes kilégzésnél egyre mélyebben, egyre mélyebben. Szeretném, ha most egy olyan személyre gondolnál, akiről úgy érzed, hogy megnehezítette, megkeserítette az életedet. Csak gondolj rá. Gondolj egy-egy a számodra nagyon nehéz emlékre. Képzeld bele magad abba a helyzetbe, amikor ő olyat tett, ami fellobbantotta az indulatodat. Képzeletben halljad, amit mond. Érezd, amit tesz. Engedd meg magadnak, hogy a vele kapcsolatos érzelmeid, indulataid a felszínre törjenek. Engedd, hogy a vele kapcsolatos összes keserved és dühöd most összegyűjjön a lelkedben. Most pedig irányítsd a figyelmedet a testedre. Biztosan érzed, hogy a benned kavargó indulatok hogyan kötnek gúzsba, hogyan tesznek görcsössé, keményé. Lehet, hogy a szóban forgó személyre gondolva gyorsabb lett a légzésed, vagy szaporább a szívverésed. Lehet, hogy még tested más területein is tapasztalsz rossz érzéseket. Ugye érzed, hogy mennyire kellemetlen állapot ez. És tudod azt is, hogy ez nem segít neked életed jobbá tételében. Fölöslegesen terheli testedet és lelkedet. Nézz inkább szembe a szóban forgó személlyel. Csak képzeld el, hogy megjelenik lelki szemeid előtt, tőled kissé távolabb. Vedd őt szemügyre. Mit gondolsz róla? Szerinted boldogabb lett az élete attól, amit veled tett? Szeretted őt valaha olyannak, amilyen? Vagy elképzelted, hogy milyennek kellene lennie, és ezt a nem létező embert szeretted benne. És ő nem szeretett téged úgy, ahogyan vártad volna tőle. Kritizált, mellőzött. Sokat adtál neki, és ugyanakkor tőle semmit sem kaptál. Nem vette figyelembe az érdekeidet. Úgy tett, mintha mindent jobban tudna nálad, és parancsolgatott. Megengedhetetlen dolgokat művelt. Most kérdezd meg magadtól. Én mindig azt tettem, amit elhatároztam, hogy tenni fogok. Vagy veled is előfordult, hogy bár szeretted volna, mégsem tudtál megtenni valamit. Képzeletedben csak nézd őt, és gondold végig. Te soha nem tettél ellenére semmit. Valóban úgy gondolod, hogy te csak jót adtál neki. Aztán képzeld el őt egészen kicsi gyereknek, újszülöttnek. Mit gondolsz? Már ott és akkor gonosz volt? Olyan, aki arra készül, hogy majd megkeseríti a te életedet? Vagy olyan volt ő is, mint bármelyikünk,
testében és lelkében hozta magával ősei örökségét, és alakult attól, amit maga körül látott, amit kapott. Biztosan más volt az élete, mint a tiéd. Más mintákat tanult el a szüleitől, a környezetétől, mint te. És hiába vártál tőle mást, ő csak azt tette, amit tehetett. Vajon nem ugyanarra vágyott ő is, amire te? Hogy élete során legyen valamennyi biztonsága? Értékelje őt néhány dologban a környezete, és kapjon egy kis szeretetet. Érezd meg ő benne is az örök emberit. Ti nem tudtátok egymást fölemelni. Ez nem vétek. Egyszerűen nem volt rá lehetőségetek. Engedd el őt. Engedd el békében. Hadd menjen tovább saját élete útján. Engedd el az összes hozzá kapcsolódó rossz érzésedet. Lehet, hogy olyan kapcsolatban áll veled ez a személy, hogy továbbra is jelen van az életedben. De hidd el, akkor is elengedheted. Ha már érted, hogy mit, miért tesz, ha érted, hogy nem szándékosan ellenedre cselekszik, akkor ezek a történések már nem váltanak ki belőled indulatokat. Képes leszel másképpen szólni hozzá, és ettől ő is változhat. Csak engedd el az indulataidat, mintha egy ujjaid közé szorított pihét eresztenél el. Csak széttárod a kezed, és a pihe száll, száll egyre messzebbre. Áramlanak kifelé belőled a rossz érzések, és képes leszel arra, hogy kimondd. Elengedlek téged. Megbocsájtok neked, és megbocsájtok önmagamnak. Figyeld csak, ahogy elengeded a fájdalmadat, a haragot. A testedben is változik az érzés. Mintha szorításból szabadulna. Lágyabbá, hajlékonyabbá válik. Békés nyugalom járja át. Készen állsz a tovább lépésre, a cselekvésre. Nyújtozz egy jó nagyot, és érezd az erődet. Vegyél egy szabad, jó mély lélegzetet. És nyisd ki a szemedet.